Sziasztok, én Lilla vagyok, és köszöntök mindenkit egy újabb vlogban. Mint láthattátok, voltunk egy ilyen kisebb fajta fotózáson, amire elég alaposan készültünk diéta és edzés ügyileg, úgyhogy most megnyitalmazzuk magunkat, és megyünk pizzázni. Sziasztok! Ma vasárnap van, és végeztünk az edzéssel, és most amit mutatok, készüljétek fel! Úgy döntöttünk, hogy egy kicsikét bűnözünk. Jó étvágyat kívánok mindenkinek! Mika elvezi szép lassan. Nem tudom, hány millió éve nem adtam ilyet. Jaj, kaját! Sziasztok. Sziasztok, ma hétfő van, és most értem haza suliból, és nem történt semmi, szóval gondoltam, bejelentkezek a vlogba, de nem tudok nagyon mondani semmit. Szerintem most minél előbb, minél gyorsabban megcsinálom az összes házit, ami van, aztán ha kész vagyok ezekkel, akkor eszek, videókat nézek, és este 6-kor lesz aerobik. Úgyhogy addigra mindenképp kész kell lennem, mondjuk ahhoz még van egy kis időm, de elég sok házit kaptunk ma. Úgyhogy most ide kell a házikat csinálni. Olyan érdekes sulis diák életem van. Jó reggelt, ma kedd van, és tudjátok mi lesz az első két órám? Úszás. El tudjátok képzelni, hogy mennyi kedvem van első két órában úszásra menni, úgyhogy utána egész nap klórszagot fogok magamon érezni, szóval csodálatos lesz. Itt van az egész úszós cuccom, ezt kell magammal egész nap cipelnem, illetve még ott a másik táskám, amiben ugye a könyveim vannak, úgyhogy borzasztóan örülök. De akkor most nézzünk egy gyors outfit of the day-t, legalább a napom fénypontja meg legyen így reggel. Így nézzek ki, a felsőm a New Yorkerből van, a Jackim és a nadrágom a Tellyből, és az Adidas Superstart húztam ma fel. A sminkem pedig majd úszás után normálisan megcsinálom, mert ez egy ilyen... Legyen szép napja mindenkinek! Végül is tök jó lesz egész nap ezzel a két cuccal maszkálni, nem fogok leszakadni, á, dehogy! Sziasztok, végre! Péntek van, hál' Istennek ideig is elértünk. Most mindjárt 5 óra van, a suli után elmentem kardiózni, utána pedig bementem a plázába, ugyanis holnap után lesz a barátnőm szülinapja, és holnap megyünk hozzá megünnepelni, és ez egy ilyen kis ottalvós dolog lesz, és most megcsinálom az összes házimat, amit kell, és utána mindenképpen megmutatom nektek, hogy miket vettem, illetve magamat is megajándékoztam egy dologgal, amit majd ki szeretnék próbálni, úgyhogy majd abba is bevallatlak titeket. És a héten pedig azért nem vlogoltam nagyon, csak egy párszor, mert úgy döntöttem, hogy fölösleges dolgokat nem szeretnék nagyon belerakni a videóba. Ezt most csak így gyors leszeretném tisztázni, tehát most igazából elmentem suliba, hazajöttem, ettem, tanultam, edzettem, vagy aerobikra mentem, és hazajöttem, fürödtem, és újra kezdődött az egész, úgyhogy gondoltam, hogy nincs mit mutatni ezen, úgyhogy remélem, hogy meg tudtok nekem bocsájtani. Aki tavaly óta követ, az már valószínűleg tudja, hogy én mindig szerettem megcsinálni pénteken a háziaimat.
pedig nem tavaly óta követ, hanem mondjuk most nemrég kezdett el. Ha még úgy vagy, akkor kérlek iratkozz fel a csatornára. Köszi, puszi. Azoknak pedig elmondanám most megint, mert én ezt egy ilyen jó és hasznos dolognak találom. Ugye hétköznapomat meg tudom, illetve a hétköznapjaimat, napjaimat, hétvégeimet meg tudom tökre könnyíteni. Szóval szeretek mindig mindent megcsinálni, ilyen tanulós dolgot pénteken, így megmarad a szombaton, vasárnapon. Most igazából, hogyha belegondolunk, 7 napos egy hét, 5 napot dolgozunk, és 2 elvileg a pihi. 2-nek kéne lenni a pihinek, de szerintem nagyon sokan olyan korosztályos tanulásra szokták fordítani, és ezért szeretem én inkább letudni a tanulást pénteken, és így az a 2 nap, amit itthon töltetek, vagy akármivel töltetem, és nem tanulással szeretném nyilván azt, úgyhogy nem tudom. Gondoljátok, próbáljátok ki, ez csak egy ilyen gyors napi tipp. Kész vagyok a tanulással, és most meg szeretném mutatni, hogy mit vettem a barátnőmnek. Szóval vettem neki egy ilyen takarót a Pepco-ból, aminek ilyen pomponok vannak a tetején, és nekem nagyon tetszik ez a mindenből ilyen szürkét vettem, illetve még a szatyor is ilyen szürke. Szóval egy ilyen takarót, és nagyon erősen gondolkodok rajta, hogy magamnak is veszek egy ilyen takarót, mert nagyon tetszik. Szintén a Pepco-ból vettem egy ilyen szürkés gyertyát, ami tök jól néz ki. És egy ilyen testradírt is vettem, ami tulajdonképpen ilyen olajos testradír sávajjal és mandulaolajjal. Ilyennel pedig magamat is megajándékoztam, és most az előbb próbáltam ki, és annyira sejmes most a bőröm, egyszerűen komolyan ma most imádom. Úgyhogy remélem, drága barátnőm is imádni fogja. Úgyhogy ez a szatyor tartalma, és ennyit akartam. És mit mondtam, kipróbáltam azt a testradírt, és most körülbelül 5 perc, és annyira sejmes a bőröm, és lehet érezni, hogy kicsit ilyen olajos, és az illatát is már most imádom, úgyhogy jó barátok leszünk ezzel az olajjal, vagy testradírral, vagy mi ez. Sziasztok, ma hétfő van, és csak leszeretném zárni ezt a vlogot. A hangom szörnyű, megbetegedtem, és nem tudom, hogy mennyire lett hosszú ez a vlog, vagy mennyire nem, és mennyire volt tartalmas, és mennyire nem. Lehetséges, hogy nem lett túl tartalmas, de azért remélem, hogy élveztétek. És nem mondom, hogy lájkoljátok, bár lájkolhatjátok, megköszönném, de nem tudom, hogy mennyire lett jó. A lényeg az, hogy köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk a legközelebbi videóban. Puszi, sziasztok!